a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara pályaorientációs táborában készültek ezek a fotók az elmúlt hetekben. A részvevő fiatalok játékos foglalkozások keretében ismerkedhettek meg több szakma tevékenységével, eszközeivel és szépségeivel, emellett üzemlátogatásokon is részt vehettek. Az általános iskolák felső tagozatosainak szóló program évek óta nagy népszerűségnek örvend, a bevont iskolák köre pedig folyamatosan bővül. A kamara a táborral a szakmaválasztás fontosságára szeretné felhívni a figyelmet és a kétkezi szakmákat népszerűsíteni. A szervezet azonban nem csak a pályaorientációra fektet nagy hangsúlyt, azokkal is kiemelten foglalkozik, akik már kitanultak egy szakmát és évek óta azzal foglalkoznak. Az eltökéletebbek és tehetségesebbek közülük mesteri címet is szerezhetnek, amelyek legközelebbi államilag támogatott vizsgáira augusztus végéig lehet jelentkezni. Szakmánként változó, hogy a 20 főt hogyan tudjuk indítani, tehát folyamatosan várjuk a jelentkezéseket, és azt szerint határozzuk meg, hogy ki az, aki bekerül a támogatotti körbe, és ki az, aki nem kerül be a támogatotti körbe. Itt a mesterképzésnél tudni kell azt, hogy van egy vállalkozási ismeretek, pedagógiai ismeretek képzés és vizsga, illetve van szakmai elmélet és gyakorlat, tehát ez nagyon összetett, és meg kell felelni bizonyos feltételeknek, tehát már megfelelő gyakorlattal kell rendelkezni annak, aki ezt a mesterképzést elvégzi. A rangot jelentő mesteri cím megszerzését követően a szakemberek a tanulókkal is foglalkozhatnak, segítve az utánpótlás nevelést. A kezüket pedig a vizsga után sem engedi el a kamara, tovább képzéseket, üzemlátogatásokat szerveznek számukra bel- és külföldön egyaránt. A főtitkár az elmúlt időszak kapcsán arról is beszélt 35 perc című műsorunkban, hogy május óta 4 új hitelkonstrukcióban érhető el a Széchenyi Kártya program, amely a járványhelyzet alatt nehéz helyzetbe került mikrokis és középvállalkozások számára nyújthat segítséget. Itt kedvezőek a hitelfeltételek, illetve olyan lehetőséget biztosít a vállalkozások számára, hogy a pillanatnyi likviditási gondjukon enyhítsen. Így ennek megfelelően a folyószámla, új folyószámla hitel került meghatározásra, munkahely megtartó támogatás, likviditási támogatás, illetve új beruházási hitel. Ezekről a vállalkozások folyamatosan tájékoztatást kapnak a kamarától. Szeptemberben egyébként egy ötödik lába is megjelenik a programnak egy turisztikai kártya formájában, amely kimondottan a hazai turizmusban, illetve vendéglátásban működő vállalkozások likviditási nehézségeit enyhítheti.